A hétfőn indult háromnapos nyári felkészítő tábor az utolsó lépcsőfok, hogy az egyetemi hallgatók mentorrá válhassanak a Tanítsunk Magyarországért programban. Itt lehetőségük van megismerkedni leendő mentorátjaikkal játékos feladatok teljesítése közben. 2020 végéig tart a program, amelyre a kormány 2,2 milliárd forintot szánt. Ez először a hátrányosabb településeken valósulhat meg. Nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg megyére jellemző ez a helyzet, Borsod-Zemplénben, Hajdú-Bihar megyében, Baranyában, de az ország más pontjain is vannak olyan települések, amelyek távolabb esnek a megyeszékhelyektől vagy a fővárostól. Első körben négy megyében, akkor az előbb említett négy megyében indul el a Tanítsunk Magyarországért program, több mint 300 mentorral és több mint 1200 mentorált kisdiákkal. Több mint 50 településen indulunk, 50 településen szerettünk volna legalább elindulni 2019. szeptemberében a tanévkezdettel. Most úgy néz ki, hogy 58 településen el tudunk indulni, ami jó, mert azt jelzi, hogy az egyetemi hallgatók, akik a mentorok lesznek, ők is megértették az üzenetet. Ők 12-13 éves, vagyis 7.-8. osztályos általános iskolásokkal fognak találkozni, és segítenek nekik a pályaválasztásban, vagy felfedezni a bennük rejlő tehetséget. Egyetemünkről több mint 100-an jelentkeztek erre a programra, tehát mondhatom, hogy tulajdonképpen népszerű a diákok, illetve a hallgatóink körében, és kifejezetten örülünk annak, hogy nem csak a pedagógus képzés területéről jelentkeztek ilyen mentorok, mentorjelöltek, hanem szinte minden képzési területről megfordulnak itt ebben a programban. Itt tehát különböző példákat tudnak majd felmutatni, különböző motivációkat tudnak megmutatni azoknak a kisdiákoknak, akiket majd mentorálni fognak a jövőben. A hallgatók egy fórumon vehettek részt az idei tanév elején, ahol a legfontosabb információkat kapták meg a mentorprogramról. Az egyik különlegessége az volt, hogy nem csak tanárszakos hallgatók jelentkezhetnek mentornak. Többen barátokkal elmentünk erre a fórumra, ott nagyon tetszett a tájékoztató, miszerint 7. gyerekekkel kellene nekünk foglalkoznunk, mentorálni, útba igazítani, segíteni nekik a mindennapokban. Megvolt ez a fórum, utána következett egy tárgyfelvétel ebben az előző fél évünkben, amelynek a teljesítése kell szükséges ahhoz, hogy mi mentor lehessünk. Ezeken az órákon nagyon sokat tréningeztünk, érzékenyítő tréningeken vettünk részt, mert ugye már hátrányos helyzetű gyerekekhez leszünk mi beosztva. Ugye nekik kell majd megmutatnunk, hogy milyen is lehet a világ, hogyha esetleg arra szeretnék majd adni a fejüket, hogy tovább tanulnak, mennyire kinyílhat nekik a lehetőségek tárháza. Szóval nagyon érdekes és színes program. A kurzust számos hallgató sikeresen teljesítette, közülük 45-en váltak mentorra, majdnem ugyanennyien pedig mentorsegédek lettek. Ők 11 megyei iskola 150 kisdiákjával fognak együtt dolgozni a következő tanévben.